Sziasztok! Ma egy gyors lézi videóval jönnék nektek azért, mert nem sikerült teljes mértékben részleteiben elmondanom a tegnapi videóban mindent, amit szerettem mondani, hogy nem volt világos néhány kérdésből. Ez tűnik ki, illetve a Telegram csoporton is elég sok kérdés jön bizonyos dolgokról, ezt szeretném most kifejteni. Tehát, hogyha nem szeretnéd eladni a Daisy tokenedet, nem akarod, nem akarsz kereskedni vele, nem akarod dollárba vagy forintba átváltani, akkor nem kell semmit sem csinálnod, itt vagy az oldalon, itt elméletileg székelve lesz, le lesz kötve, de erről majd gondolom a pénteki webkonferencián részletében fognak beszélni, és amúgy is, hogy hagyni kell, hogy azért gyűjjön a tokened, hiszen 8,5 centbe kerül most egy tron, tehát majdnem egy dollárodba fog kerülni az, hogyha kikéred. Tehát akinek 100 dolláros, 100 dollárért vett Daisy tokent, 1000 Daisy tokent mondjuk 10 centes árfolyamon, annak azért érdemes legalább egy hetet vagy kettőt várni ahhoz, hogy kikérje, hogy a tranzakciós költség annyira sokat ne vigyen el. Aztán ugye két válton lehet jelenleg kereskedni, ugye a JustWeapon, ami egy Tron blokkláncon levő, és a Uniswap-en, ami egy Ethereum blokkláncon levő. A kettő között nincs átjáratóság, és ezért is van az, hogy különböző árak vannak, most 11,8 a JustWeapon, és valami 8 körül van a Uniswap-en. Hát tudjátok, a Uniswap-et nem igazán komálom, úgyhogy nem is foglalkozom vele, nem csak azért, mert nem tetszik, hanem a tranzakciós költségek is, tegnap mutattam 30 vagy 40 dollárt akar tranzakciós költségnek levonni ahhoz, hogy kereskedjek. Tehát, hogyha csak Ethereumod van, és sok Ethereumod van, akkor megérheti ott venni, hiszen olcsóbb, alacsonyabb az árfolyam, de ahhoz azért ki kell számolni, hogy a kettő közötti különbség az megéri, mikor éri meg. Lehet, hogy érdemes átváltani Tronba, mondjuk egy Binance-en az Ethereum-odat, és akkor átküldeni ide a JustWeap-be, és itt csinálni a vásárlást. Jó. Oké. És az árfolyamok is ezért különbözőek, mert ugye más blokkláncon van. De ugye, mivel multi-chain lesz a Daisy launchpad, ezért majd átjárhatóság lesz. Ebben a hónapban ígérik ez, hogy megvalósul ebben a hónapban, vagy nem, azt nem tudom. Ha megvalósul, akkor gyakorlatilag szinkronizálva lesz viszonylag gyorsan a két váltóban az árfolyam, tehát ott közelíteni fognak az árfolyamok egymáshoz. És akkor nézzük azt, amiért igazából ezt az egész időt akartam csinálni. Az első centralizált válton megjelenik ma, az, hogy mikor pontos, azt még nem tudjuk, a HitBTC-n a Daisy token, itt láthatjátok, hogy az exchange-re rájöttök, és kijelölöd az USDT-t, itt az Instruments-nál is beírod, hogy Daisy, és akkor felhozza a tokent. Itt nem kell félni, itt nincs olyan, hogy boldog-boldogtalan mindenféle tokeneket listáz, itt ez kontrollálva van, és ez a rossz, jó része, ez is a jó része a centralizált váltóknak, illetve itt ugye tudod csinálni a különböző kis kereskedéses dolgokat, meg tudod, hogy mennyit szeretnél, milyen árfolyamon vásárolni, stop loss tudsz beállítani, egyéb dolgokat be tudsz állítani a kereskedésedbe, látni fogod a forgalmat, úgyhogy ez tök jó, és hogyha még nem hallottál a HitBTC-ről, ez nem a legnagyobb váltó, viszont azért 3,5 milliárd dolláros napi forgalmat generál, 542 coin van rajtam, és 1214 coin pár, úgyhogy ez egy nem kis váltó, nem is a legnagyobb, de azért egy viszonylag népszerű váltó, én is szeretem, úgyhogy gyakorlatilag ez egy óriási lépés lesz szerintem, ez megint az árfolyamot elég szépen fogja pozitívan befolyásolni. Nem tudom, hogy mennyi token lesz listázva rajta. Ha aki akar kereskedni, akkor az itt megteheti. A videó alá berakom a
a linkemet, hogyha akar valaki regisztrálni, akkor előre föl tud készülni, kell egy kis KYC-t csinálni, úgyhogy mire valószínűleg délután majd elindul az egész, addigra már készen leszel arra, hogy kereskedjél, föl tudod tölteni USDT-vel, ugye azzal tudsz kereskedni, venni, eladni. Úgyhogy ennyi körülbelül. Úgyhogy ismét egy óriási lépést tettünk előre, nagyon-nagyon örülök neki, és tényleg minden vállalkozáson felül múlja ez az egész történet, és tényleg szuper az egész. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!